Az év minden napján fennálló szolgáltatásokkal fogadja az otthontalanokat a szekszárdi hajléktalan szálló. Többek között működik népkonyha, amely munkanapokon a déli időszakban vehető igénybe teljesen ingyen, ahol egy tál meleg ételt kapnak az emberek. Nappali ellátással várjuk az ügyfeleinket egyébként, ami azt jelenti, hogy napi 8-tól 16-tól 18 óráig bent tartózkodhatnak az ügyfeleink a nappali melegedőben. Itt szociális ügyi intézés, mentális gondozás és egyéb módon történt segítségnyújtás zajlik. Az intézmény normál befogadó képessége 25 fő. Ez azt jelenti, hogy éjszakára 20 férfit, a női részlegen pedig 5 nőt tudnak elszállásolni, illetve rendelkeznek egy 50 fős nappali melegedővel. Szűcs László azt mondja, rendszeresen ellátják azokat a hajléktalanokat is, akik az utcákon töltik a mindennapjaikat. Utcai szociális szolgálatunk is működik, felkeressük az ügyfeleket, segítjük őket nyilván, amivel tudjuk. Ha van élelmiszerrel, ha szükséges, akkor vén nélküli gyógyszerekkel, meleg ruhával, takaróval, adott esetben gyertyával és a szociális munka egyéb eszközeivel. A menedékvezetőjének elmondása szerint még nem volt olyan eset, hogy helyhiány miatt valakit el kellett volna küldeni.